választékját. A gyerekek a karácsonyról, az állatokról, illetve a családról is a szeretetről szóló történeteiket adták elő. Ilyenkor decemberben várunk valamit és valakit. Várunk békességet, nyugalmat és meghitt emberi kapcsolatokat. És talán jobban át is éljük ezek hiányát. Mert mi emberek miért nem tudunk békében élni egymással? Miért kell ma is a világban olyan sok gyereknek a holnaptól félnie? Sajnos nem születtem varázslónak, hogy eltüntessem ezeket az igazságtalanságokat, de ma délután a ti segítségetekkel szeretnék ide varázsolni egy karácsonyi angyalt. Biztos vagyok benne, hogy a karcagi mesemondó gyerekek, nagyon sok ismerős arc van, képesek lesznek arra, hogy néhány órára itt a közönséggel mi elfeledhessük a világ valamennyi búját, baját, és átéljük a várakozás örömét. Ebben a csodálatos díszletben a rendezőkkel és a kandallón ülő Kismanóval mi már harmadik napja hallgatjuk a szebbnél szebb történeteket. Az óvodások és az első osztályosok után ma a legnagyobbak, vagyis ti, kedves harmadikosok és negyedikesek állhattok föl Karcagváros nagy színpadára, a Dériné nagy színpadára. Kívánok nektek nagyon jó versengést, és hát, hogy tudjatok örülni a másik meséjének is. Tehát hallgassátok őket is nyitott szívvel. Ezek az útmutatások, amelyekkel a zsűri tagok ellátják a gyerekeket a következő megmérettetés alkalmával, mindig megszívlelendőek, hasznos tanácsoknak bizonyulnak. A program ünnepi hangulatát az is emelte, hogy sajátkezűleg készítették a színpad díszletét, fogalmazott a gyermekkönyvtáros. A meséket Molnárné Balogh Éva pedagógus értékelte. Nagyon szép előadásokat hallottunk. Én annyit szeretnék kérni, kedves gyerekek, tudom, hogy azért izgalommal jár kiállni emberek elé és előadni egy-egy mesét, hogy próbálj meg az izgalmat mindig kívül hagyni az ajtón, mert az az igazság, hogy mi csak egyszer halljuk ezt a mesét. Igen, voltak olyan mesék, amelyeket már jól ismertünk, hiszen sok-sok év alatt, sok-sok mesével mi is megismerkedtünk, de bizony voltak olyan mesék is, amelyeket most először hallottunk, és hogyha izgulsz, és nem figyelsz arra, hogy hogyan ejted ki a szavakat, hogyan adod elő, nagyon sietsz, akkor bizony előfordult most is, hogy egy-két szót nem jól értettünk, ami veszíthet ugye az előadás értékéből. Ilyen apróságokon múlhatott az, hogy most a következő értékelésnél és könyvjutalom átadásnál ki melyik kategóriába került. A mesék a Karcag Televízió adás folyamában és internetes platformjain megtekinthetőek.